volt minket, és azt mondta, hogy magyarázzuk el bérlőnként, hogy hogy lehet az, hogy a Futura 14 euró körüli átlagáron ad bérbe ezen a nehéz irodapiacon. És azt mondtuk neki, hogy hát ez olyan, mint a makaron készítés, nagyon egyszerű a receptje, de nem mindenkinek sikerül a makaron igazán finomra. És egy számpéldával is éltem, amit most jó lenne, hogyha együtt kicsit matematikáznánk. Mondtam egyszer egy nagy bérlőnknek, hogy nézd, mennyibe kerül neked egy munkatársad összköltségben. Azt mondta, hogy körülbelül 2000 euró fizetés, járulékok, autó, juttatások és maga az irodai elhelyezés. Ugye egy jó helyszínért fizetsz plusz 2 eurót, egy rossz helyszínért. Ül a munkatársad 10 négyzetméteren. Havonta plusz 20 eurót fizetsz. Azért, hogy egy tényleg jó helyszínen legyél, majd mindjárt beszélünk arról, hogy mi a jó helyszín, mennyi az a összköltségéhez képest? 1%. És oda jön menni a munkatársadhoz, és azt mondanád, hogy megemelem 1%-kal a fizetésedet, hát valószínű körbe röhögnek. De ha azt mondod neki, hogy olyan helyszínen fogsz dolgozni, amit könnyű megközelíteni, ergo napi 15-20 perces spórolok az életedből, és szabadidőt adok neked, ahol szolgáltatási környezet van, amire büszkén mutat rá a barátaidnak, hogy én itt dolgozom ebben a házban, az sokkal több, mint hogyha azt a 20 eurót odaadnád neki. És hogy ezt mennyire megfogadták bérlőink, most bizony van egy olyan nagy bérlőnk, aki úgy hirdeti az állást, hogy a Corvin sétányon van a munkahely. És beszéljünk akkor az őrmezőről, mert az irodafejlesztéshez véleményünk szerint egyszerű recept szerint három dolog kell. Kell egy jó helyszín, jó közlekedés, és különösen tömegközlekedés, és utána kell egy olyan szolgáltatási környezet, hogy amikor azt a kevés ebédidőt a munkatársak el akarják tölteni, akkor ne munkaidő rovására utazgassanak ide-oda. És az őrmező mindezt tudja, vagy fogja tudni nyújtani. Tudom, hogy elsőre furcsa azt mondani, hogy az őrmező az egy jó helyszín, hogy a Budapest van egy jó iroda helyszín. De higgyék el, van képességünk víziókat építeni és megvalósítani, bemutattuk számtalan projektünkben, és most megint, hogyha együtt kezdünk gondolkozni, a Széchenyi Lánchídtól ez a helyszín 4,2 km-re van. Ha leszúrják a körzőt a Széchenyi Lánchídra, és ezt a 4,2 kilométert lekörzik, akkor az Üllői úton a Nagyvárad tér magasságában lesznek, a Váci úton pedig a Róbert Károly körút magasságában. Senki nem mondaná ezekre a helyszínekre, hogy ezek nem belváros közeli helyszínek. Bizony ez a helyszín is rendkívüli módon közel van a belvároshoz, maximum 10 perc innen. Tudom, hogy közlekedési problémák az egész városban vannak, de itt ne felejtsük el, hogy nagyon jelentős közlekedésfejlesztés is jön még a következő két évben. Ez a kép mutatja, hogy valójában mennyire közel vagyunk a belvároshoz. És ugye itt van ez a gyönyörű metró, amihez gratulálunk a fővárosnak, a BKK-nak és mindenkinek, aki részt vett a megvalósításában. Reméljük, hogy mi több ezer dolgozó napi kibejárásával tudunk rásegíteni az utasszámra. Itt látható, hogy nem csak egy metró van ezen a helyszínen, hanem valójában a kikötőt és a repülőteret leszámítva minden van. Három villamosjárat, közel egy tucat BKV buszjárat, számtalan volánbuszjárat, és a természetesen a metró. Az új csomópont kiépülésével a területnek a biciklis megközelítése is jelentősen javulni fog, amit ma már ne becsüljünk alá, az összes irodaházunkban komoly igény, a Corvinban például több száz bicikli parkolós igény keletkezett a biciklis közlekedés miatt. Nem egyszerűen metró mellett vagyunk, sokan mondják azt, hogy metró mellett vannak, és valójában két metró megálló között vannak, akár 450-500 méterre a metró megállótól. És mondjuk a Váci úton 450-500 méter gyalogolni egy esős időben a rettenetes nagy autós forgalom mellett, az nem egy kellemes érzés.
Mi viszont, ha majd kimennek a teraszunkra, látják, 50 méterre vagyunk a metró lejárótól, és ha megépül az új buszpályaudvar, aminek a tervezése már folyamatban van, akkor mindezt egy nagyon kellemes köztéren keresztül lehet megtenni. Tehát nekünk direkt bejáratunk van a metróhoz, direkt bejáratunk van a buszpályaudvarhoz. És a szolgáltatási környezet, talán a hírekből már köztudott, hogy építési engedélyünk van az Etele téren, az Etele City Centerre. A kiskereskedelmi forgalom az nagyon komolyan növekszik, februárban az előző év februárjához képest 6,8%-kal. Az összes kiskereskedő jelentős forgalom növekedésről számolt be, ezért optimisták vagyunk, hogy 2015 folyamán elkezdhetjük az Etele City Center építését. Ez 44.000 négyzetméteren kínál majd számtalan szolgáltatást és bevásárlási lehetőséget, ezért mi ezt a két projektet valójában egynek tekintjük. Olyan szinergia van a két projekt között, ami a Corvinban már bizonyított. Az ironisták jól érzik magukat, mert alattuk van a Corvin Plaza. A Corvin Plaza pedig nagyon hálás azért az 5000 jól kereső ironistáért, aki nap mint napot vásárol. Lesz egy építészeti bemutató is, ezért csak arra térnék ki, hogy szerintem megterveztük Budapestnek az egyik leghatékonyabb irodaházát. Akik a szakmában vannak, vagy akik bérlők és kiokosították magukat, ha már tudják, hogy a bérbeadható alapterület, bruttó alapterület aránya az mennyire fontos. Az, hogy hány embert ültethetek le egy alaprajzon, az abszolút nem evidens. A bruttó alapterület önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanannyi embert ültethetek le ugyanazon a bruttó alapterületen. Egy hatékony házban jóval több munkatársat tudok európai körülmények között leültetni, és ezt mi nagyon tudjuk. Nagyon flexibilis a házunk, azt mondanám térben és időben. Gyakorlatilag 10.000 négyzetmétertől fölfelé olyan torta szeletet vágunk ki a házból, amit akarunk. Ez az ütemezhetőséget segíti. Jelenleg is három bérlői tenderen veszünk részt, ahol az ütemezhetőségnek komoly szerepe van. Nagyon optimisták vagyunk abban, hogy akár a Corvinban, itt is gyors egymás utánban kezdhetjük el az ütemeset. Polgármester úr említette a Futura szociális érzékenységét. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évben a Corvin sétány projektben, ahol 1100 lakót, családot kellett kiköltöztetni és teljesen újjáépíteni egy elszlömösödött területet, bebizonyítottuk, hogy mi tudunk hallgatni a környezetünk véleményére, hogy tudunk együttműködni a lakókörnyezetünkkel, és minden nagy projekttel kezdetben vannak ellenállások, de a Corvinban, ha kinyitják az ingatlan hirdetéseket, ma már úgy hirdetnek, hogy a Corvin sétánytól 300 méterre, a Corvin sétány közelében. Tehát egy mérce lettünk, szeretnénk itt is olyan minőséget hozni, amire azt mondják majd a környező lakók, hogy ez igen a 21. század épül itt. Az egyik elem, amit meg kéne említenem, hogy korábban gondolkoztunk magasházépítésben, és aztán államlástani vizsgálatok alapján döntöttünk úgy, hogy nem építünk magasházakat. A tervező cég és a vezető tervező fog arról beszélni, hogy mi az a parametrikus dizájn. Én egyelőre csak annyit árulok el, hogy számtalan paraméter beállítható, amit a szoftveres tervezőprogram figyelembe vesz. Ennek egyik lényeges eleme volt a irodás benapozása és az áramlástani vizsgálata az irodaépületnek, ami befolyásolta a háznak az alakját és a házon lévő megnyitásokat.